És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki. Ember, ki hatalmazott föl engem, hogy bírátok legyek és elosszam örökségeket? Majd a tömeghez fordult. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában, mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom a csüreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak. Ember, van elég vagyonom, eltart sok évig. Pihenj, egyél, vigyál és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá. Esztelen, még az éjjel számon kérjük tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Isten meggazdagodnék. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, közel-keleti szokás az, hogy tanításhoz példabeszédet is fűznek, hogy jobban megmaradjon az emberek emlékezetében a tanítás lényege. Jézus sem tett másként. Mindig tanítása során példabeszédeket mondott. Jelen esetben a kapcsiságról szóló példabeszédet hallhattuk. Amikor az emberek túlságosan el vannak foglalva a mulandó dolgokkal, ami egyszer van, egyszer nincs. És megpróbálnak ragaszkodni tulajdonképpen ahhoz, ami nincs. Az ördögnek nagy mesterkedése az, hogy a mulandó dolgokat állítja be örök dolgoknak. És azt a lelkületet alakítja ki az emberben, hogy a pillanatnyi élményekhez ragaszkodjék. És ezzel telik el az ember élete, hogy állandóan megragadja a pillanatnyi értékeket, élményeket. Ugyanígy az anyagi javakhoz való ragaszkodás. Ugye az anyagi javak elmúlhatnak. Nem csak materiális téren lehet erre gondolni, hogy mondjuk összedől egy épület, vagy devalválódik a pénz, tönkre megy egy vállalat, hanem az emberi kapcsolatok terén is hasonló dolgokkal lehet találkozni, hogy amikor az embernek jól megy a sora, sikeres, akkor több barátja van, és amikor már nem megy olyan jól a sora, akkor már kevesebb barátja van, mert mindenki a saját pecsenyét, sütögetés, saját érdekeit nézi. Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy ne a mulandó dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem azokhoz, amik megmaradnak az örök életre. Az örök életre pedig a szeretet művei maradnak meg. Nem véletlenül hangsúlyozza lépten nyomon a jó cselekedeteket, a jó téteményeket. A jó cselekedetek lehetnek anyagiak is, de lehetnek szellemiek is és lelkiek is. Az utóbbiak többet érnek. Amikor valaki hozzánk fordul és ül annak, hogy meghallgatást nyer, hogy egyáltalán elmondhatja valakinek a problémáját, az pedig külön nagy öröm, hogyha segítséget is kap, lehet vigasztalást. Ez is a jó cselekedetek közé tartozik.
irgalmasság, test és lelki jó cselekedete. Ha valakinek enni adunk, inni adunk, felruházzuk, befogadjuk, meglátogatjuk a kórházban, börtönben, amikor egy szóval nehézségben van, amikor problémákkal küzdünk, lehajolunk hozzá, hanem empátiát érzünk iránta, és segítőkészek vagyunk, és a magunk erejéből megpróbálunk mindent megtenni, hogy az illetőnek jobb legyen, könnyítsünk rajta. És mindez Jézus Krisztus nevéért tesz. Nem anyagi haszonlesés reményében, mi haszon lesz ebből nekem, hogyha a másoknak segítek, hanem Jézus Krisztus nevében, abban a reményben, hogy megjutalmaz bennünket, akkor gyűjtünk kincseket a mennyben, és akkor gyűjtjük a maradandó kincseket, ami az örök életre vonatkozik. Ezekről a kincsekről, a maradandó kincsekről konkrétan Jézus nem tud beszélni, hanem példabeszélet sorával világítja meg. Viszont Szent Pál apostol, az ő nyomában járunk, elmondja a korintusiakhoz írt első levelében, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi értelemben föl nem hatott az, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Az Isten szeretet a felebaráti szeretetben nyilvánul meg, tehát az ember társadalom a jótétemény, az ingyenes jótétemény, a föltétel nélküli jótétemény, az a szeretet megnyilvánulása. A Jóisten rajtunk keresztül fejti ki kegyelmét. Mi eszközei vagyunk a Jóisten kegyelmének mások számára. És hogyha ez a hozzáállásunk, akkor nagy részt azt tapasztalhatjuk, hogy mások érzik a mi jóságunkat. És másoktól mi is jó dolgokat tapasztalunk meg, segítséget kapunk, odafigyelést, törődést tapasztalunk. Kevesebben vannak, akik mások jóságát kihasználják. És azt mondja, na, milyen bolond ez, majd akkor nekem ő belőle hasznom lesz, hát ilyen bolond módon nem viselkedhet, hát akkor majd lelke rajta, hogy hogy boldogul. Hát akik szintén jó szívűek és jó lelkűek, akkor azon keresztül azáltal mi is jó dolgokban fogunk részesülni, és ez az Isten kegyelmének a működése, a gondviselésnek a működése. És sokszor olyan helyen tapasztaljuk meg Isten gondviselését, ahol nem is gondoljuk és nem is várjuk. Tehát az odafönt valókra legyen gondunk, az égiekre legyen gondunk, a maradandókra legyen gondunk, a világi javakat pedig eszközként tekintsük, hogy ezek által, ezeknek segítségével tudjunk örök kincseket, maradandó kincseket nyerni a mennyben.